Sziasztok, itt vagyunk, Mezőkeresztes, Mezőny Árnád vasútállomáson, egyébként ez a váróterem, a felvétel épület az arra van. És bizony itt is egy régi iparzárgány fogok bejárni, ez pedig a Bükkármány felé menő, ugye, az ottani bányákat kiszolgáló iparzárgány lesz, ami ott a záróraktár után ágazik, ha jól láttam. De még az utcafrontját megnézzük a felvételi épületnek. És itt vagyunk az utcafronton, túl sok nézivaló nincsen, van itt egy buszmegálló is, de most minket nem az érdekel. Szóval majd tovább Bükkármány fele. Ez egy sokkal rövidebb iparvágány lesz, így térkép szerint is, mint a visontai. Hát meglátjuk, remélhetőleg a térkép jól mutatja. Ugyan körülbelül egy maximum 5 km lehet. Átjöttünk ide egy utászjárón, és elég nagy a szélzaj a másik irányba, úgyhogy majd innen fogom mondani. Na, mi látszik megint vonat jön. Mégis csak egy félvonali sűrű a forgalom, az előbb ment el egy tehervonat, meg egy BZ szerelvény is. Szóval, és akkor itt van még egy iparág, amit a térkép se elől. Ezt nem tudom, hogy szóval mehet, de ez nem a Bükkármány még. Mert az kicsivel odébb jelzi, de majd meg fogom ezt is nézni, hogy hova vezet. Rosszul mondtam az előbb, mert ez lesz a Bükkármányi vonal, a térkép szerint is, de éhes, hogy én még olyan információt kaptam, hogy ezt még használják, hát ahhoz képest, pedig itt fizikailag is vörös négyzettel ki van zárva a forgalomból. Hát akkor valószínűleg már idejét múlt az információ. Valamint azt is söntek, hogy ez is villamosítva, mint a visontai, hát ezek szerint mégse. Hát mindegy, megyünk, azt akkor bejárom, aztán meglátjuk, hogy hova jutunk. A felépítmény az ugyanolyan 48-as geós leerősítés, de mondjuk azért látszik, hogy már kezdi a gaz benőni. A talpák sem nagyon látszanak, egyébként betonaljas felépítmény. És hát itt a valódi kiágazás, tehát volt egy kis ellentmondás a két térkép között. Ugye a Google Maps-en jobban megnézve itt már látszik, és itt van a védőcsonka is, és a tényleges kiágazás. És ez bizony használatban van. Hát a védőcsonka az nem nagyon, de azt látjátok a sinkoronán. Másik az csak valami csonkavágány lehetett, ami ugye végződik is egy földkúba, és aztán se tovább. Hát ott a tolatási határ után pedig itt van a kiágazás. Akkor Bükkármány fele, és akkor hajrá, innen már megvan. És akkor itt volt a kiágazás, látjátok, hogy betonaljak, elemfajtájú betonaljak, geóleerősítés, 48-as sínszálak.
És hát már megint föltámadt a szél, ez néha alább, vagy néha most föltámad. Úgyhogy majd erre fordítom a kamerát, akkor lehet, hogy nagy lesz a szélzaj, de nem tudok vele mit csinálni. És itt ráadásul, ja, hát itt még van egy bejárati jelző is. És akkor annak itt az áramkörei is itt vannak. Már mindjárt megmutatom nektek, akkor egy kicsit arrébb kell menni. Hát igen, és ráadásul napelemes. Ott van egy mézga, oszlop. A mézga csatlakozó van, amit már szerintem sehol nem használnak. Úgyhogy nem valószínű, hogy Tatazsakon kívül más is lakik benne. Egyébként itt van maga. És hát akkor az ország csak egy előjelző. Már szerintem ezt a vágányfedezés. Itt van a mézga csatlakozó. Mondjuk már tavasz van, úgyhogy már eltitalás is van benne. Ilyenkor már vigyázni kell, és megyek hozzá közelebb. De itt van. Hát ez volt még a mobiltelefonok, meg a egyéb eszközök előtt. Ezen lehetett értekezni, ez volt a pályatelefon. Ja, a vonalbejáró, vagy hát bárki akár mozdony személyzet, vonalszemélyzetnek volt rádiója, azt ebbe úgy hívják, hogy mézga csatlakozó ebbe dugta be, és ezen keresztül tudott értekezni. Az állomással, vagy akárhol, ahova ez be volt kötve, vagy a menetirányítóval, vagy hát bárkivel. Hát manapság pedig ezeket már szinte sehol nem használják, mert van mobiltelefon. És vége az ívnek, innen egy hosszú egyenes szakasz következik, mindjárt mutatom. Itt van egy átelesz is, és egy egyszerű útátjáró, azt jelezte is egyébként egy előjelző tábla. Ugye négyes szelvényben lesz egy András keresztes útátjáró. Látszik is már a háttérbe. És az is látszik, hogy itt egy egész hosszú szakaszon egy egyenes lesz, aztán ha jól látom, akkor balra lesz a következő ív. És itt a következő ív. Ez már a 10-es szelvény után, tehát már egy kilométert haladtam. És itt a következő. Hát itt volt a hosszú egyenes vége. Annyira nem is volt hosszú, hát ugye relatív, de nem volt egy kilométer se. Hát akkor irány tovább csak egyenesen. Azóta nem volt semmi. Volt egy földutas átjáró még korábban a 4-es szelvénynél, de egyébként semmi rendkívüléséggel. Látjátok, egy villamosított is. Üzemelő vágány, hát még lehet, hogy vonat is fog rajta jönni. Nem tudom, milyen gyakran volt a kiszolgálás, de hát ugye Visontain is volt, ugye több is még hétvégén, és hát lehet, hogy itt is lesz. És ott a 12-es szelvény, úgyhogy hiszem, hogy kb. Ilyen 5 km hosszú lehet, tehát mondjuk az 50-esig kell eljutni. Ez a 16-os szelvény, és pont talált a szél, szerencsére. És mint hogyha állna bent egy vonatos, itt van egy előjelző is. Ott látszik a távolban a főjelző, és egyébként bent ott, mint hogyha állna egy vonat, egy tehervagon. Tehát ott közelebb kell menni, hogy lássak valamit. És hát ugye erről jöttünk, hát az utolsó ív után egy hosszú egyenes. Ezért csak meg, mint hogyha ott lenne egy kitérő vágány. És kezdve akkor kicsit közelebb jöttem, itt van egy jelző, szintén vöröset mutat, és egy mézga csatlakozó ismét, nagyon jó. És tényleg benne áll egy pár tehervagon, mozdony nélkül, és itt van a... És akkor lehet, hogy ez már bükkábrány lenne. Ez akkor viszont nem értem valami sokat. Hát tényleg ez még 2 km sem volt. Hát érdekes, minden esetre nem megyek, ameddig vannak sinek, vagy ameddig lehet. Megérkeztem egy mini rendezőhöz. Itt van egy híd, és akkor utána meg már rögtön a kiágazás. És egy tehervagon is elbent. Hát, menjünk, nézzük meg. Hát, és itt egy szállítószalag. Ez az olyas, mint ami a Visontai ványánál volt, vagy az előműnél. Semmi. És 2 tehervagon is elbent. Szépen töltik is meg valamivel. És pont a legjobbkor támad fel a szél, persze, hogy a szélzajba kavarjon. Hát egy nem éppen mai kihívás. És egyébként itt van egy ilyen konténer épület, ott vannak előtt a fíksorok, szerintem ott van a forgalmi szolgálat is. És hát itt van maga a bánya. Viszont innentől már lezárt a terület, úgyhogy ide már nem lehet bemenni. Arra fele pedig van a faluk, tehát akkor iránybükkáblány fele.
ezen az úton keresztül, el is jutok oda. Aztán meg majd valahogy visszafele. És akkor már itt vagyok. Füzes a bonyállomáson, eddig egy személyi vonattal eljöttem, amit pont elértem, mezőkeresztesen. Úgyhogy az a vonalbejárás, ez ennyi lett volna. Ez egy nagyon rövidre sikerült, nem volt 3 km se ez a szakasz. Úgyhogy 10 perc múlva indul a vonat, majd este, és akkor irány haza. Ennyi. Sziasztok!